pedig nem rossz. Egy indiászokból, meg ha meg nem. Ők ismerték személyesen a püspököt, csak azt látták, hogy egy ilyen realista ábrázolás legyen. És akkor végül... Igen, mert akit szeretsz, megismered, az más. Igen. Szóval ez így Kolozsváron nagyon vagány szó volt, de okosan nem jött be az embereknek. Igen. És akkor azt mondtuk, hogy amikor meg létrejött a múzeum, hogy na mi akkor ide átmentenünk a múzeum elé, és ott pedig most egy Levi László szobor van, az egy ilyen realista koncepció szerint készült szobor. Fantasztikus pedig. Tényleg, ahogy a képeket. Így megtaláltuk a helyét, mint ezt a két már érekezést. Igen, ez a kerülés. Szóval ez a püspök ura autója volt, egy 60-as Volkswagen, és az eszmei értéke azon túl, hogy püspök úr használta nyilván, még az is, hogy az autó ajándékba érkezett König bécsi bíboros érsektől, akkor, amikor feloldották a püspökúrházi őrizetét, és végre mehetett bírmálni, tehát mozgását megkönnyítendő, kapta ezt az autót. És ez azért is fontos gesztus, de azért is fontos, mert annak ellenére, hogy a román vezetés, államvezetés úgy próbálta prezentálni, hogy a romániai katolikus egyház szempontjából a legfontosabb személy az a bukaresti érsek, ugye akkor csak a Bukarestben volt érsek, ennek ellenére a König bíboros azzal a feltétellel fogadta el a romániai meghívást, hogyha Márton Áronnal a reptéren találkozhat, ami azt jelentette, hogy ha kiengedik a palotafogságból, a házi őrizetéből, és hát tőle kapott autót, kétszeresen értékeljük. Ha tudnak egy jó autórestaurátort, aki nagyon olcsó mérje, nem olaszszák elmondani, mert ugye ez nem egy egyszerű feladat, és biztos, hogy elég költséges is, de állítólag most még lehetnek kapni hozzávaló dolgokat, nem annyi, nem övrezt, tehát és ennél jó régi az autó. Meg itt a fényképeken látszik, hogy milyen szép fényes volt. Igen, és használták a filmben. Kabai Barna meg Petényi Katalin készített egy dokumentumfilmet a katolikus egyház helyzetéről, és akkor beindították az autót, de úgy, hogy jól működik, csak nincs fékje. Egy ilyen hegyes helyen mentek, ahol megállt magát. Ja, itt is. Szokásos életrajzi kiállítás, ugye Márton Áron itt született Csíkszentdomokoson, és igazából nyilván az ő életében szó se lehetett arról, hogy neki valamilyen emlék helyett olyan hozzamat állítani, hiszen kvázi tiltott személy volt, de aztán a 90 után már elég sok anyag összegyűlt, és hát a halálának 30. évfordulójára készítettük el ezt a múzeumot. Ez egy hagyományos életrajzi kiállítás, tehát itt, ahol vagyunk, ez a szülőfalunak emléket állító és iskoláit, papi formálódását tovább követve egészen a kommunizmus kiépülése, börtön, stb. Haláláin követi végig a püspöknek az életét. Annyi különbséggel tudta, hogy egy kis történelmi betekintőt is nyújtunk, tehát hogy több táblán fogják látni, hogy a két világháború közötti erdélyi kisebbségnek a történetére reflektálunk, főleg abból a szempontból, hogy már tanárnak, hogy milyen szerepet játszott, milyen szerepet vállalt, mint
nyilván, mint püspök, a második világháború szállítása, meg a külső terem az főként a 45 utáni, a nagyon utáni történetről szól. Ez a makett, ez főleg a gyermekek értékelik, ez a Mártonáron szülői házának, illetve ahol ő felnőtt, annak a háznak, portálnak a makettje. Az ötletet nekünk az adta, hogy egy ehhez hasonló makettet kapott a püspök, amikor püspök szentelésen volt, akkor a szülőfalu ajándékban volt egy hasonló makettet, lesz majd ott egy fénykép is a makettről, meg az édesanyja imakönyvvel, szüleiről készült képek, az édesapjáról több kép készült, a 40-es években elég sokan fotózták, főleg a kicsi magyar világban, tehát második bécsi döntés követően került az érdeklődés középpontjába a fiatal püspök. Az édesanyja ő sajnos elég fiatalon meghalt, 39-ben volt a püspök szentelés, és még annak az évnek a végén az édesanyja több fotón látható. Alul meg ezek csak hangulatképek a falunak az életéből, ezt innen a faluból gyűjtött másolatokat. Látható kisdiákról is kép, illetve a Csíksomlyói gimnázium, majd a Csíkszeredai, ami a Székúti gimnázium, ami abban, azokban az években épül, amikor Mártonáron ott gimnazista. Úgyhogy ő a 6-7. osztályt ott járja, a 8-at meg már Gyulafehérváron, ugye papnak készül. Lent meg, hát egyrészt a tőle származó szövegeket használtunk a kiállításon, azok általában barnásabban szedett, barnás betűkkel szedett szövegek, vagy kortársainak visszaemlékezései, történészeknek összegzését, sokféle szöveg található. Itt a gyermekek szokták szeretni ezt az idézetet, ezt halála előtti évben sokat mesélt a gyerekkoráról az őt gondozó nővérnek, és akkor itt van többek között egy ilyen kis visszaemlékezés, hogy ő bizony hazaszökött a csíkszeredai iskolából, mert nem érezte annyira jól magát. Kicsit visszább meg van az a katonaképes összeállítás, ugye Mártonáron érettségie után bevonul katonának, és tulajdonképpen az egész első világháborút végigharcolja. Életére szóló, hát mint minden kortársának életére szóló, meghatározó tapasztalat lesz a háború, és hát ide szokták visszavezetni az életrajzolói, az a pacifizmusát. Minden ellenkező híreszteléssel ellentétben ő nem volt egy harcias ember, hanem sokkal inkább egy végés és békekereső. Nézetben is látszik, hogy a háború mélyen megérintette. Illetve itt ez az ő szállítás, ez a hosszú panó, ez már ugye a két világháború közötti, tehát a Trianon utáni erdély történet. Felül főként az erdélyi kronológiából olyan dolgokat emeltünk ki, amelyek a katolikus egyház helyzetét, vagy az oktatás helyzetét érintik. Többnyire negatív dolgok sajnos. Nem azért, mert mi így válogattuk, hanem mert nehezebb lett volna egy pozitív dolgokat találni, vagy ebből az időszakból. És lent meg Mártonáron papi formálódásának helyszínei, ugye a Gyergyódi Tróba káplán, majd Gyergyó Szent Miklós, Arosvásárhely, Nagyszeben, Gyulafehérvár, ahol püspöki levéltáros, és végül Kolozsvár az ő papi tevékenysége kiteljesedésének helyszíne, ahol ifjúsági lelkész, egyetemi lelkész, az egyetemistáknak kollégiumot szervez, szakkollégiumokat szervez, pedagógiai, meg szociális szakkollégiumot. Komoly tanulmányokat folytat ő maga is, nem csak a diákokat biztatja tanulásra. Illetve ennek az időszaknak egyik nagyon nagy eredménye, ez az Erdélyi Iskola című folyóirat, amiből itt a falon láthatók részletek, meg itt az asztalon van egy antológia, amit itt hallgattak ki egy válogatása. Az erdélyi iskola folyóiratból, ez azért volt nagyon nagy, tehát egyszer is, mint előfeszítés jelentős volt, hiszen teljesen önkéntes munkába szerkesztették, írták.
de a szerepe is nagyon fontos volt, mert erre az időre, tehát a 33-ban indul a lap, már nagyjából az erdélyi iskolákba tanító, a magyar iskolákba tanító, egyházi iskolákba tanító tanárok, azok nagy részt eszköztelenül állnak, nagyon nehéz volt Magyarországról szakkönyveket, szakirodalmat beszerezni, és a kellene tankönyv, vagy ilyen tanári továbbképző kódék volt, illetve a folyóiratnak mindegy fele az a négy nevelésnek volt száma, tehát az iskolán kívüli nevelésnek, ezt szerkesztette Márton Áron, és azért volt különleges jelentősége, mert minden a két háború közül állami oktatásban csak románul lehetett tanulni. Tehát azok a gyerekek, akik az egyházi oktatásból jelenlőbben kiszorultak, például elégett a kifolyamatnak, azok kénytelenek voltak román iskolába járni, tehát az én összeim is román iskolába járni. Aztán mondjuk, hogy analfabétákat termelt a rendszer, hiszen Csíkszentmiklóson, ahol egy szent román se volt, jött egy regálkot tanító, aki próbált iskolát szervezni, vagy tanítást szervezni, itt a nagyobbán mesékezünkben ketté választották, ból kerítéssel, majd itt sok, ugyanaz az épület, a felső szállon volt az állami iskola, ez meg az egyházi. És akkor a gyerekek azok nyilván jelenek a gyerekek, kiabáltak át egymásnak, az úgynevezett magyar iskolába járók, kiabáltak át, hogy bűvolába szokták az állami, az egy nagyapámtól megmaradt, meg sokszor volt egy családból két gyereket engedtek a magyar iskolába, a többit mármint az egyházi iskolába, de mivel ide kellett fizetni valamennyi állandóságot, ezért a többi kénytelenek voltak. És akkor gyermek jövetőnek is szerepeltek el. A püspök szentelésnek emléket állító padló, de ennyit ezt fősebb elég kapcsolni, mert nem tudom kipülni és pokálom. Ne nézzék a pokálom, csak ruhát. És látni a pokálom. Nem egy nagyon praktikus megoldás, mert elő kell húzni a szekrényt, levenni a hátát, úgy lehet kitakarítani. Nincs ajtaja ennek a szekrénynek, teljesen, de most jöttem rá. És kicsit. Tehát itt a püspökké szentelésnek emléket állító összeállítás, itt látszik az a kis makett, amit a szülőfalunak a küldöttsége, amit említettem. Itt a szülő, a rokonság, Mátonáról rokonsága, édesanyja, édesapja. Ugye a püspökké szentelés helyszíne az a kolozsvári Szent Mihály templom, aminek kiemelt jelentősége volt, hiszen ekkor még Kolozsvár ugye az erdélyi magyarság fővárosa, kulturális fővárosa, stb. Itt van a püspöki címer, a püspöki jelmondattal, a nem utasítom vissza a munkát, illetve hát a labor latin kifejezés kettős jelentéséből következőleg ugye nem utasítom vissza a szenvedést. Így is lehet kódítani vagy érteni. A ruházatokat, amik a gyulafehérváról kaptuk kölcsön, ez a püspökurától használt intrikus ruházat. Ez a kappa magna, ez ma már nem része a püspöki ornátusnak, tehát ma már nem használják püspök úr, még hórta, nem a fényképp. Püspök papszentelések alkalmával. Kifakul, ha villanbőgyen, és a pokáló is látszik, hogy nem látszik, jó. Második világháború eseményei, tehát 39-ben szentelik püspökké, ugye az már a második világháború küszöbén. A második világháború jelentős eseménye Erdély szempontjából a második bécsi döntés, amikor a Erdély és egyúttal a gyulafehérvári egyházmegye az két részre szakad, Gyulafehérvár ugye bőven Romániában marad, és akkor a püspök habitusához méltó módon ő Gyulafehérváron marad, tehát nem megy Észak-Erdélybe, ahol ugye a hívei többsége van, nem költözteti a püspöki székhelyet Kolozsváron, stb., hanem Gyulafehérvár így neki köszönhetően marad még máig az egyházmegye központjában, azt is mondhatjuk. Itt a kronológ történet, a második világháborús kronológián, főleg a délerdélyeket érintő részeit vetítettük ki, illetve azok olyan beszédrészleteket, amelyekkel Márton Áron nagyon nehéz többszörös kisebbségi sorsba került, és mindenféle végzállásoknak kitett híveit próbálja vigasztalni, ebben az időben nem kiúszik a hatásos beszédek. Illetve van egy észak-erdélyi vonatkozású dolog is, ez a 44. május. Az észak-erdélyi zsidók koncentrálásának hírére Márton Áron nagyon határozott hangon tiltakozik, annyira határozott hangon, ami abban az időszakban teljesen szokatlan volt, hiszen ugye a gesztapótól való félelmében nem igen mertek közéleti személyiségek sem, meg egyszerű emberek végképp nem megszólalni. Márton Áron román útlevéllel jön Gyulafehérvárról Kolozsvárra papokat szentelni, és egy nagyon határozott hangú levélbe tiltakozik az ellen, ahogy ő mondja, amit tudni lehet a deportált zsidók sorsáról, tehát nyilván ő tudta, hogy mi vár a zsidókra.
illetve hivatalos levélbe tiltakozik a kolozsvári rendőrfőkapitányságnál, a Kolozs megyei főispánnál, illetve a miniszterelnöknek is ilyen nagyon határozott tiltakozó levelet ír. Ennek jobbára ennek a levélnek köszönhető, hogy post-mortem 90 után, hogy megkapja a népek igaza kitüntetést, amit az izraeli Hashem intézett ad olyanoknak, a zsidókat mentettek a II. Világháborúban. Itt ez a rész, kialakulnak, hogy ez neked milyen munka most. Az én lányaim azt mondják, hogy enni már csak a könyvben tartunk. A II. Világháború utáni történet, ugye ez egy kicsit ilyen komplikáltabb helyzet Erdélyben, abban a köztes időszakban, amit megszületnek a párizsi békeszerződések, aláírják a párizsi békeszerződéseket, addig különféle hát félelmek, igények, remények, stb. Fogalmazódnak meg Erdély sorsát tekintve. Mártonáról azt szerettem volna, és azt is kérik egy memorandumban az erdélyi egyházak és gazdasági szervezetek vezetőivel, a magyar államtól, hogy Erdély ügyét tisztességgel képviselje Párizsban, és hogy nem mondjon le önként Erdélyről, hiszen ugye többször többen megfogalmazták, hogy amiről önként lemondunk, arról lemondtunk, amit elvesznek, az ott még lehet jóvátételről, vagy nem tudom, többen jóvátételről beszélni. Ilyen nagyon nehéz, feszült hangulatba kerül a 46-os búcsúra, nem csak azért, mert háború vége, meg szárazság, meg hasonló, hanem azért is, mert ekkorra éleződik ki egy ilyen konfliktusos helyzet az erdélyi magyarságot illetően, ugyanis a Magyar Népi Szövetség az akkori politikai képviseletnek a baloldali elkötelezettsége akkorra nagyon nyilvánvalóvá válik, hogy hát grózáik érdekeit, a szovjetek érdekeit szolgálják, és nagyon elégedetlen a hangulat, az emberek elkeseredettek, úgy gondolják, hogy nincsen már remény, hiszen a politikai képviseletben nem bízhatnak. És ilyen körülmények között Mártonáról mond egy nagyon szép beszédet, egy részlete látható csak 46-ban Csíksomlyón, amiben nagyon élesen, ugyanakkor nagyon szemléletesen szépen kifejezi az erdélyi magyarságnak a félelmeitnek a reményeit is, és ugyanakkor olyan beszédet mond, hogy nem lázítja az embereket, tehát itt a magyarországi megfigyelők, a külképviseleti megfigyelők, azok arról számolnak be, hogy ilyen háború közeli, vagy felkelés közeli hangulat volt, hát Márton Áronnak köszönhető, hogy ő is nem került sok bérlótásra, vagy hasonlókra. Képeken nagyon jól látszik, hogy mennyire nem így néz ki most csak Csíksomlyó oldala, mennyire szárazság volt ebben a... Van egy ilyen kronológia, hogy hogyan épül ki a szocialista rendszer, korabeli szóhasználata, a népi demokrácia Romániában, tehát hogy mi a jogfosztásnak mik a lépései 45 és 49 között, és itt van néhány beszédrészlet. Mártonán ezekben az években nagyon fontosnak tartotta, bár már nem volt hivatalos orgánum a sajtója, meg hasonló, amint az emberekkel kommunikálhatott volna, de a prédikációk alkalmával, meg körlevelekben próbálta az emberek szemét felnyitni arra, hogy mit jelent a demokrácia. Tehát ő egy egész más értelmezését ismerte a demokráciának, mint az akkori népi demokráciát, ami ennek beállították. Nagyon érdekesek ezek a beszédek is. Ez pedig a 49-es Csíksomlyói búcs, ugye ez a 90 előtt utolsóként nyilvánosan megtartott kikerülésre megtartott Csíksomlyói búcsú. Itt már tudni lehetett, hogy a lefugyán tartoztatni, hiszen nem megy bele egy olyan alkuba, amit a hatalom szeretett volna a kormányzat kikényszeríteni, hogy tudni, hogy mondjon le a katolikus egyház, a romániai katolikus egyház nevében mondjon le az egyház önállóságáról, mint olyanról rendelje alá az államnak. Erre már tanárom nem hajlandó, és emiatt tudni lehet, hogy már csak időkérdése, hogy mikor találnak valamilyen ügyet, amivel őt letartóztatni. Sárt, mint ahogy számos egyházi és világi korábbi vezetőt már ebben az időben letartóztatnak.
és akkor ilyen kontextusba kell értelmezni azt, hogy ő lóra ült. Tehát ez nem az a fajta demonstráció, mint amikor Horthy Miklós lóra bevonul, hanem itt inkább, sokkal inkább arról volt szó, hogy ő meg kellett, hogy mutassa az embereknek, hogy ő nem fél, tehát ő erőt akar csugározni, és hogyha elolvassák a püspök a búcson elmondott beszédét, vagy hát ott csak egy részlet van, akkor itt is az erő szó számtalan szó előfordul benne. Tehát az, hogy túlerővel állunk szembe, de nekünk van egy erősségünk, ami az Isten, és hogy ne féljeték, és erős szó teljesen ez a búcsús üzenet, meg az ekkor kiadott kőlevelei. És hát tulajdonképpen ugye ott a csángó fiatalok merénylettől félti, tehát mindenféle lehetett hallani, hogy most lelődik, meg nem tudom, mit csinálnak vele. Igazából, hogyha ő egy kicsit is fél, akkor egy szekéren elbújik, vagy gyarul meg, vagy nem tudom, úgy meg lehet védeni. Egy lóra ülő ember sokkal inkább ki van téve annak, hogy merénylet áldozata lesz. Ő azt akarta megmutatni, hogy ő nem fél. Búcsú után mindegy két és fél héttel tartóztatják le, ugye csellel, Bukarestbe hívják tárgyalni, és akkor nem jön a szokásos autó érte, hanem egy másik autót küldenek, és aki balesetek szinten, és akkor onnan elkönyik a püspök, tehát gyakorlatilag nem is igen tudnak az emberek a sorsáról, ugyanannak vele. 51-ben ítélik el, tehát 49-ben tartóztatják el, 51-ben a Zsilában a katonai törvényszék ítéli el a hát egy koncepciós fejben tulajdonképpen szinte lényegtelen a fejnek a témája, illetve a kényszerű munkára ítélik, és még 54-ben sem tudnak semmit a sorsáról, olyannyira nem, hogy egy Párizsban egy bencésen kül a milyen? Igen, de milyen szerzetes, van ilyen szerzetes? Jezsuita, nem tudom. Egy szerzetes kap kiad Párizsban egy kiadványt, ott látható a könyv, és az azzal a címe, ez az Szalai Jeremos, és annak a könyvnek az alcíme, amit most mondtam, csak hogy nem a címe, az alcíme az, hogy miért van a püspök, miért van a népe, tehát ők nem ebben az könyvben a püspök. És mondjuk ehhez képest, hogy nem lehetek tudni, hogy mi van a püspök sorsa, meg azt lehetek tudni, hogy életükben meg halnak a kutással a bőtölbe, valóban értékelendő a Mártonároshoz hű egyházvezetésnek a kitartása, hiszen mikor Mártonára letartóztatják, akkor próbálok egy olyan vikárius oda helyezni a Fehérvárra, aki egyébként ők a hatalomban, de Mártonár tudva ezt gondoskodott a saját kutódásáról, és ő saját valamelyet ordináriusokat is nevezett ki. Az ordináriusnak az volt az első feladat, amikor megkapta a kinevezést, ő saját maga mögé újabb személyt nevez ki, akit az előnyelől ismerhet. Tehát az pont azért volt, hogyha vallatják, kivallatják, stb., akkor maximum egy embert valamit betudni, de azt, aki a helyettesének a helyettese, azt már senki nem ismerhette. Nyilván azért a titkos rendőrség fejben tudja, hogy kik ezek a személyek, bár ők maguk titokba tartják, nem hozzá kívánosságra, káplányaikat, kántoraikat küldözgetik, így próbálják irányítani egy betartani az egyházmegyét. Azért rendszerint föltárják, hogy ki a titkos ordinárius, azt meg letartóztatják, akkor azután a következő átveszi a hatalmat, és végül sikerül a vezetést. Sikerül megtartani a Mártonának kiszabadításáig egyfajta föld alatti egyházkormányzatot, és ennek köszönhetően az égemokinusoknak nem volt semmilyen sikere, vagy nem kicsi sikere. Tehát ilyen 10 pap jelent meg egy-egy ilyen égemoki gyűlésen, és azokat is rögtön figyelmeztetik. Sikerült kiépíteni igazából egy állapra egy házi rendszert. Mártonár 55-ben, amikor hát nagyobb részt ilyen nagy politikai tényezőknek köszönhetően, mint ugye Sztálin halála, meg az, hogy nincs a katolikus egyháznak működési szabályzata, mert Mártonár nem volt hajlandó aláírni. Közben még a hatalom belül ütönzi az összes katolikus püspököt, és rájönnek, hogy nincs ki lehet tárgyalni, tehát az már egy dokumentum, hogy hoppá, most kéne valamit egyezkedni a katolikus egyházzal, hiszen ott az a sok ember is. Jól lenne, hogy valami pártunkra áttérnének, de hát nincs kivel egyezkedni, és akkor így kerültünk meg Mártonára a börtönből 55-be, de hát az állam legnagyobb meglepetésére nem törik meg a börtön, ugyanolyan szigorúsággal és ugyanolyan határozottsággal és kitartással folytatja a munkát. Elindul az egyház mennyibe vévhálni, az emberek borzasztóan lelkesíti azt, hogy végre kiszabadult a püspököt, meg hogy végre hallanak valami mást is, ideológia, és annyira, tehát egy történész számolta össze, a kommunista pártnak a helyi szervezetei folyamatosan jelentettek ezekről a vérmagutakról, amelyek a börtöni után következnek, tehát 55-től 57-ig. Annyira pontosan, hogy létszámot is írtam, mindig hányan, hogy
is ilyen becslések vannak. És akkor összeírta egy történész, kimásolt az orgalmasan ezekből a jelentésekből, és valami bámulatos szám jött ki, hogy első háromszéken, tehát Kézbeselmelyen és környékén nagyjából egy hónap alatt mintegy 30 ezer ember vett részt a Mártonán látott celebrációkon, ami a rajon lakosságának nagyjából egy harmadnak. Tehát az ilyen szintű társadalmi hatást azóta is nyilvánvalóan bármivel nehéz elérni. És hát ennek volt következménye az, hogy nem, hogy elmenti a hatalom, hogy hát vagy vissza kell a börtönbe vinni, de hogy az meg a nyugati nyomásra nem annyira oké, és akkor rendelik el a háziőrizetét. 57-től 67-ig 10 év tulajdonképpen a Fehérváron lehetett. Csak őt ugyan látogatották, akiket látogattak, azokat folyamatosan megfigyelték természetesen, de ő nem hagyhatta el a püspökség épületét, minden beszélgetését lehallgatták, 57 nyarától lehallgató készülék működött az irodájában, aki 10-12 órát üzemelt, és az összes elhangzó beszélgetésről gyorsírásos jegyzet készült, aztán gépi átírat, aztán lefordították románra, ugye, mert eredetes tisztek nem feltétlenül értették, úgyhogy most az a helyzet van, hogy a Securitate, az egykori román titkos szolgálat a bukaresti levéltárában a legterjedelmesebb anyag az egész kommunizmus történetéből, Mártonáról, püspökről van. Hány oldal egyik ön mindig elterjedte? 77.800 oldal. Fantasztikus. Igen, tehát ezek a, ugye, a lehallgatási jegyzékek, a követési jegyzékek, a felbontott levelezés, az elfogott levelezés, tehát még a pápától jött levél is volt olyan, amelyiket a Securitate nem engedte tovább a püspökhöz, tehát eredetiben még az összetségét a politika, a dossziéba, a követési fényképek és persze jelentések, tehát informátori jelentések lesz számban. Ide le lehet menni, itt a börtönbe vele együtt elítélteknek emléket állító kiállítás van, teljesen biztonság és a lépcső bajunkában. Valaki, jól le lehet menni, és illetve a falon idézetek vannak az egyház megyi és papok szerzetesek tapasztalatai munkatából, stb. Ilyen hasonló. Börtönöket számoltak ki. Sándor Imre, Rönnikó Szeráti börtönben megfagyult a közvetlen vikárius, illetve Mikó Észak-Erdélyben csatolják a Kolozsváron ugye a helynek. És Boros Fortunát Ferences, ő meddig a Deltában hal meg, hogy Gajdácsi Béla, a rektora, hogy ül a Fehérvárnak, a nagyanyedi
az elég győző, szintén ordinárius, ő is boga. Szóval sok vértanú volt. Jött a banttal, ő pedig hát, nem halt meg, hát ő lett aztán a segédpüspök, illetve a püspök úr, utána ő lesz jelent az egyházmegyét, erősen is pedig az irodai igazgatója volt. De nagyon ötletes és méltó tényleg az ő, meg hát a poptársai szenvedésének a... Memorandum, ezt tulajdonképpen a párizsi béke tárgyalás előtt állítják össze, és akkor azzal vádolják, hogy, tehát ugye Erdély kérdésében, és azzal vádolják akkor őket, hogy a ilyen államellenes cselekedetként mutatják be, és akkor együtt tárgyalják Bence József Szászpálnak a Dizsisvár Korpak Csenet, Bodó Pártán Telekján, Kurkogyártás, Gyertyéből, ahol van kiléphetek, innen a dolgozó szobájából tudott kijönni, és akkor sokat ült, ott volt kis... Ez Gyulafehérváron, két kis tacskója is. Ugye van a kertben jelenleg is egy ilyen filegória megvan, és akkor ott hát valami még a 60-as évekből, és hát ez már a 70-es évekbeli papszentelés, illetve bírmálása azért elmentek a Székesegyházba. Tehát amit püspöki palota, illetve a Székesegyház, amit látogatott. Igen. Gondolom, hogy Gyulafehérvár ott is van valami emlékszoba, vagy valami ilyesmi, vagy... Igen, hát úgy van, ilyen... maga a rakusztály is megvan. Igen. Viszont az nem látogatható, hogy nagy közönség számára, de van az Székesegyház északi tornyában, van egy utalási kiállítás. Értem. Úgyhogy már két alkalommal én voltam, és ott hátul a kriptába, és a püspök úrnak a sírjánál. Igen.